Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnátáj televíziót látják, Gulyás Anita vagyok. Völgységi magazinunk tartalmát pedig már mutatom is képekben. Az izményi óvodások jelmezes ünnepségre invitálták a falubelieket. Böllérverseny Szentelszőlőhegyen. Közel 850 ezer forint gyűlt össze a cikói rendezvényen. 15 csapat részvételével zajlott a kolbásztöltő verseny Bocsfán. A Bonyhádi Varázskapu bölcsöde és óvoda Izményi óvodai tagintézményében 20 kisgyermek készült a farsangra. A covidos időszak előtt hagyomány volt, hogy nem csak óvodai szinten ünneplik meg a farsangot. Idén újra meghívták a település apraját nagyját, hogy a falunk művelődési házában mulassanak velük. A belépő egyjel pedig támogassák tavaszi kirándulásukat. Február 3. péntekje nagy ünnep volt az izményi óvodások számára. Jelmezt ölthettek, hogy a maskarákkal és énekeikkel messzire üzzék a telet. Már két hete tart nálunk ez a farsangi szezon. A múlt héten hercegnők és királyfiak voltak, és ehhez készítettünk mindenféle ilyen kis eszközöket, hogy korona, meg karkötő, meg ilyesmiket. A héten pedig ilyen cirkuszos hetünk van, és akkor mindenféle mutatványt mutathattak be a gyerekek, zsonglőrködtek, kötéltáncoltak, kinek mi jutott éppen eszébe, állati domár is volt. Ezt otthonról is megbeszélhették szülőkkel, hogy mi az, amit itt szívesen bemutatnának, és azzal szerepelhettek benne az óvodában. Megismerik így azért a népszokásokat is, megbeszéljük azt is ez alatt az időszak alatt, hogy milyen néphagyományok vannak, ezek hogy alakultak ki, miért alakultak ki. De a gyerekek azért mégiscsak egy mesevilágban élnek, ami fontos nekik, hogy ebben mindenféle olyan szerepbe is bele tudják élni magukat, amik igazából az ő korosztályukhoz van közel. Meghatározott napi rendünk van, ami igazából minden nap ugyanolyan, annyi, hogy ilyenkor egy kicsit több a vigasság benne, több a tánc, több a mozgás, bár az mindig van mozgás, de hogy egy kicsit szabadabb a légkör, meg neked eleve ebbe a mesés világban vannak ilyenkor ebbe a két hétben. A farsangi jelmezekben sokszor a szülőknek már nem sok beleszólása van, még az óvis korosztálynál sem. A gyerekek a mindennapok folyamán számos ötletet vetnek fel egymás között. Erről már megy jóval előtte az információ csere, mindenki már mondja, hogy ő mi lesz és mi szeretne lenni, vagy már megvan a jelmez, és már otthon minden rendben van, és akkor már jönnek abba. Én még csak két éve vagyok ebből az óvodában, vagy ez a második. A Covid előtti időszakban ez rendszeresen így ment, én úgy tudom, hogy mindig ilyen nagy közönséggel ünnepelték a farsangot, viszont a Covid időszakában nem, ez így elmaradt. Tavaly is még csak házon belül az óvodában ünnepeltük a gyerekekkel a farsangot, viszont az idén megkérdeztem a szülőket, hogy szeretnék, mert azért ez egy kicsit több kiadással jár, de azt mondták, hogy szeretnék, hogy így, hogy ők is részt vehessenek rajta, és ezért most ők is jönnek, és nagyszülők, meg mindenféle rokonok itt vannak. A gyerekekkel egy kis műsorral készültünk, amit előadunk a szülőknek, utána mindenki bemutathatja a jelmezét, lesz tombola is, olyan tombola, ami a gyerekeknek garantált tombola, tehát hogy minden gyerek kap egy kis tombolát, és lesz olyan tombola is, amit az SMK, amihez az SMK árusítja a jegyeket, és hogy egy kis bevételük legyen, akkor ehhez gyűjtöttek ők maguk mindenféle tárgyakat, amiket ilyenkor ki tudnak sorsolni. A szülői munkaközösségnek a bevétele tulajdonképpen ez az összeg, és valószínűleg a nyári kiránduláshoz lesz majd egy kis hozzájárulás nekik. A kis ovisok örömmel bújnak ilyenkor különböző mesehősök bőrébe. A lányok körében mindig is közkedvelt volt a hosszú szoknyát és koronát igénylő hercegnő jelmez. Nóra is ezt töltötte magára, aki elárulta, hogy a farsangi időszakban zene szól az oviban, de mondókát is tanultak. Farsang napja eljött már, kezdődik a jelmezbál. Zene szól, vígan lép, ring a báli tarka név. Nagy mulatság van itt ma, ezerféle maskara, beldül, fordul, integet, búcsúztatja a telet. A hideg évszak előzésére pedig sokan összegyűltek a település művelődési házában, amit örömmel bocsájtott az önkormányzat az óvisok rendelkezésére, hiszen fontos, hogy a legifjabb generáció jól érezze magát a faluban. Mindent elkövettünk annak érdekében, hogy ez így legyen.
kicsit nehézkes, de azért próbálkozunk vele. Mi az óvodát általában ugyanúgy, mint az iskolásokat is, beiskolázási segélyt, amikor beiskolázási segélyt adunk, akkor adunk óvodáztatási támogatást is, ugye egy évben kétszer adtunk eddig, azon kívül, ha kirándulni mennek, legalább a buszt én állom, és hasonló dolgokat próbálunk. Igaz, hogy nem mindig önkormányzati, de muszáj valamilyen formában, úgyhogy saját zsebből is. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos dolgok, úgyhogy bízom benne, hogy ez a hagyomány ez meg is fog maradni. Valamikor régen ugye más volt a farsang hangulata, hát mindig változik az idő, változnak az emberek, a szóltak, megrendezésre kerül, ugye van ez a válságos időszak, itt a gáz, a villany, ezekkel a dolgokkal, és ugye a kultúrum nálunk is le van amúgy zárva, igazániból fűtés kályhával, ugye fával fűtünk, de mondtam, hogy ez a rendezvény, ez nem lehet gond, hogy nem adunk áramot, és nem tudjuk ezt a dolgot finanszírozni. Ezek a dolgok megmaradnak, még akkor is, hogyha nehézkesek a dolgok, most egyre inkább kis településeken is. A gyerekek arcáról pedig sugárzott az öröm, hogy együtt, közösségben ünnepelhették ezt a számukra fontos ünnepet. Egy kicsit kimozdulok én is, meg hát ő neki meg alig vártam, ahogy jöjjön. Bennett dinoszauruszként érkezett a télüző eseményre. Minden szeretek táncolni, meg enni, meg inni, mindent. Hagyományőrző céllal rendeztek böllér versenyt Szentgál-Szőlőhegyen. Hetedik éve már, hogy a két egyesület februárban megrendezi a böllér kupát, ahol az egyesületi tagok és az arra látogatók is csatlakozhatnak, hogy együtt töltsék el a hétvégét és kivegyék a részüket a feladatokból. A fiatalok körében is népszerű a disznóvágás, mint hagyomány, főleg ha az egy verseny formájában zajlik. A Szentgál-Szőlőhegyért Egyesület és a Szőlőszem Mozgalom együttműködéseként már több éve rendezik meg a böllérversenyt. Ez a böllérverseny amellett, hogy ugye a Balogh László emlékverseny, ugye a Szőlőszem Egyesület első elnökének a megemlékezés róla, és hát tulajdonképpen ez egy a legjobb csapatépítő program, azt gondolom, és hát hívtuk a barátokat, az ifjúságot, támogatókat, úgyhogy mi nagyon jól el vagyunk, és hál' Istennek az égiek is velünk vannak, mert ennél jobb idő ehhez nem is lehetett volna. A Szőlőszem Mozgalom vezetője elmondta, miket is készítenek pontosan a résztvevők. Már a pecsenyéken túl vagyunk, közben a kolbász töltelék is elkészül, az abalé, az orjaleves készül, a lányok összerakták a töltött káposztát, úgyhogy azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy tám még nincs is 11 óra, teljesen jók vagyunk. Idén már hetedik alkalommal rendezik meg a megmérettetést. A program lényege, hogy két egyesület tagjai teljesen feldolgoznak egy-egy sertést, és ezt követően pedig elkészítik a hagyományos disznótoros ételeket. A fogásokat pedig zsűri értékeli. A szervezők szerint nagy népszerűségnek örvend az esemény, ezt az is jól mutatja, hogy évről évre egyre több a résztvevő. A Szőlőszem Egyesület és a Szentgál-Szőlőhegyért Egyesület csap össze, és tényleg az elejétől kezdve fel kell dolgozni a disznót, tehát tényleg a tisztítással indul, szétszedni, bontás, sonka lekerekítés, ugye ez az egyik legnagyobb pontot érő feladat a két böllérnek, hogy kié a szebb sonka, és utána természetesen jönnek az ételek, orjaleves, töltött káposzta, pecsenye, kolbász, hurka, mindkét csapatnak ugyanazokat az ételeket el kell készíteni, és ugye zsűri értékeli, és ebből kerül majd ki a böllér király, a kolbász király, illetve a böllér kupáért a legjobb csapat. A Szentgál-Szőlőhegyért Egyesület elnöke mesélt arról, hogy mi a titka annak, hogy egy közösség ilyen szinten tudjon működni évek óta. A rendezvény mögött évről évre egyre több a támogató is.
közösség. Tehát ugye ez egy pici kis falu, mi elmondhatjuk, hogy szerencsére mi nem a fogyófaluk közé tartozunk, hanem ide versenyeznek, hogy házat lehessen itt kapni, és hát sajnos már nincs eladó házunk, elég sok fiatal költözött ki az elmúlt időbe, ami nagyon jó dolog, és szerencsére épül is a közösség. Tehát tartjuk a hagyományokat, próbáljuk a közösséget egyben tartani, és ez meg is látszik. Tehát tényleg ide szívesen jön mindenki, nyitottak vagyunk, szívesen látunk mindenkit. Úgyhogy ez is tényleg egy olyan rendezvény, ahol ha valaki ide téved, akkor az jövőre is el fog jönni, meg utána is el fog jönni. Úgyhogy hát ez egy nagy boldogság nekünk. Körülbelül úgy szokott kinézni, hogy egy órára készül el az összes étel, be szoktuk várni az összes ételt, hogy akkor egy teljes disznótorost lehessen végigkóstolni. Utána tombol a sorsolás, rengeteg felajánlást kaptunk szerencsére, nagyon köszönjük mindenkinek. És hát olyan 3-4 óra fele szokott lenni a zsűrinek a végső értékelése, az eredményhirdetés, és utána már egy kicsit lazább a dolog, eszem, iszom, dínom, bánom. A nap végén tehát a zsűri kiválasztotta a győztes egyesületet, akik megnyerhették a Böllér király címet és az ahhoz járó kupát. Egy izom gyengeségben szenvedő kislány gyógykezelésére gyűjtöttek cikón. A szervezők egy márka független autós találkozót rendeztek, amit kulturális programokkal színesítettek. Itt volt lehetőség az adománygyűjtő ládákba helyezni a pénzt. Az esemény alkalmával 843 ezer forint gyűlt össze, amelyből a 7 éves Mirának újabb kezelésekre lesz majd lehetősége. A település központjában sorakoztak az autócsodák. Egy emberként fogtak össze a cikói rendezvényen a 7 éves Mira gyógyulásáért. A kislány szülei 5-6 hónapos kora körül figyeltek fel arra, hogy valami nem stimmel gyermekük mozgásával. Vizsgálatok sora következett, azóta pedig folyamatosan gyógykezelésre hordják. Az otthoni torna mellett heti szinten járnak vele, többek között szexárdra, fizikoterápiára. Ez nem csak lelkileg rót terhet a családra, anyagilag is. Nagyon sokat, hetente kétszer visszük tornára, de járunk 2 hetente is. Így nehéz így járni vele itt tornára, meg itt cipelni. Úgyhogy reméljük, hogy meg fog gyógyulni. Nagyon jó érzés igazából, mert szeretnek minket, és a kislányért is sokat megtesznek persze. Hál' Isten több a jó akaró ember, mint a nem akaró. Volt benne részünk rosszban is, de jóba több. Sokkal több volt jó. Igazából ő anyagilag nagyon megterhelő. Ezek elég kemény pénzek így meg. Hát nem csak a pénz, hanem ezt át kell élni. Ne élj át senki, persze, de ezek nagyon kemény dolgok. És így nagyon jól esik, hogy így segíteni próbálnak az emberek. Reméljük, hogy egyszer értékelni fogja a kislány is, és milyen gyűlések voltak miatta. Nagyon bízunk benne. Sokkal több kezelésre lenne lehetőség, ha a család anyagilag megengedhetné. Ezt a helyzetet szerették volna orvosolni a szervezők a cikón megrendezett márka független autós találkozóval, hogy az itt összegyűlt adománnyal segíthessék a családot ebben. A hideg, télies időjárás senkit nem tartott vissza attól, hogy Mira gyógyulását támogassa. A szervezők gyerek, illetve zenés programmal is színesítették a napot. Vannak élményautózások, Camaroval, illetve egy offroad autó, ami ott áll, bocsánat, mert közben máshova állt már. Aztán bent a kultúrban ennek a programok, a gyerekpesgő duóval, aztán most később fellép a Flóderkárra egy tornával, és utána jön Fischer Norbert, aki énekel nekünk. Az élményautózást nagy érdeklődés övezte, amiért mindenki annyit adott, amennyit gondolt. Az itt befolyt összeg is a 7 éves kislány gyógykezelésére ment. Nagyon szeretnék segíteni a kislánynak, az édesanyjával nagyon jó viszonyban vagyunk, és voltunk is, együtt nőttünk föl, és úgy gondolom, hogy minden embernek megvan arra a lehetősége, hogyha vannak emberek, akik segítenek, hogy fejlődjön, és úgy gondolom, hogy fontos pláne egy gyermeknél. Az élményautózás ugye adományból megy, és akkor hát ugye ebben is részt vettünk, sütöttünk, és az egészet próbáltuk leszervezni a párommal. Nyilván nem minden autó nyújt ilyen élményt, hogy milyen gyorsan gyorsul, hogyan mozog az úton. Nagyon jó élmény, ajánlom mindenkinek. A tuningolt, féltett járművek sokakat megmozgattak, de az elsődleges célja a látogatásoknak a segítő szándék volt. Mindenképpen fontos, hogy segítsünk ennek a pici lánynak a felépülésében, és ha mi ezzel tudjuk támogatni, akkor nagyon szívesen támogatjuk azzal, hogy eljöttünk, és részt veszünk, és adakozunk természetesen.
Az esemény alkalmával törekedtek rá a szervezők, hogy a rendezvénnyel minden korosztályt megmozgassanak, bár ahogy többen kiemelték a nap folyamán, nem az autók és nem a kulturális programok miatt látogattak el a Cikói márka független autós találkozóra. A kihelyezett adománygyűjtő ládákba dobhatta mindenki azt az összeget, amit Mira gyógykezelésére szánt. A művelődési házban pedig 250 forint per darabáron lehetett megvásárolni azokat a süteményeket, amelyeket jó szívvel készítettek el a felajánlók, ezzel is támogatva a 7 éves kislányt. A szülők bíznak gyermekük állapotának javulásában, amelyhez nagy segítség az a 843 ezer forint, amely a Cikói márka független autós találkozón gyűlt össze Mira kezelésének támogatására. 15 csapat részvételével zajlott az idei Mucsfai kolbásztöltő verseny, ahol kitétel volt, hogy a csapatban legyen helyi lakos. A zsűri az első három hely mellett külön díjat is adott, aminél a küllemi dolgok voltak a mérvadók. A csapatok összhangban, jó hangulatban dolgoztak, mindegyik azzal a kitűzött céllal, hogy a vándordíjra érdemes kolbászt töltsék meg. Közösségépítő céllal rendezték meg a Mucsfai kolbásztöltő versenyt. A település művelődési házának udvarán jó hangulatban munkálkodtak a csapatok azon, hogy az ő húskészítményük legyen a legjobb. Most a településünkön a második Mucsfai kolbásztöltő fesztivált vagy versenyt tartjuk, amit a Mucsfáért Egyesület szervezett meg. Mucsfai csapatok jelentkezését vártuk, és a Mucsfáért Egyesület tagjai között lett meghirdetve ez a verseny, és 15 bátor csapat jelentkezett erre a versenyre. Ilyen csapat összehozó, csapatépítő bulit szerettünk volna csinálni, és igazából ebből indult az egész tavaly. Egyesületünk 2017-ben alakult, és hát igazából egy ilyen falusi civil szervezet, ami a falusi összetartó erőt próbálja szimbolizálni, és eddig nagyon nagy sikerei vannak. Az egyesület sikeres eseményei közé tartozik a kolbásztöltő verseny is, ahol korosztálytól függetlenül mindenki jól érezte magát. Az elnök elárulta, hogy szerinte a településen élők könnyen bevonhatóak a rendezvényekbe. Hogyha bele vannak vonva a feladatokba, és tájékoztatva vannak kellőképpen, akkor itt van az eredménye. 11 órakor volt a hivatalos megnyitó, délután 2-ig lehet leadni a megsült kolbászokat. Itt minden jelentkező csapat kapott 3 kg darált húst, 1 kg kenyeret és egy zacskó belet, és mindenki ebből gazdálkodhat, ezt délután 2 óráig megsülve kell leadni a zsűri elé. A csapat összetételből kiindulva vannak, minden csapatban van mucsfai tag, meg mucsfai kötődésű, ez az alapfeltétele ennek a rendezvénynek. Vannak fiatalok, vannak idősek, vannak, akik a szomszédos falukból érkeztek, de szerintem nagyon jó összhangban dolgoznak, és mindenki oda teszi magát. A díjazás az egy vándorserleg, egy ilyen 50, több mint 50 éves töltő lett tavalyi évben restaurálva, és azt a tavalyi évben a Bonyhádi Kártyaparti csapat tagjai kapták, akik a fele mucsfai, és ők most a címvédők, úgyhogy most ezt a vándorserleget kell ők megvédjék a címvédésért. Ezt a rendezvényt a Mucsfaiért Egyesület szervezi az önkormányzat támogatásával, mert nyilván az önkormányzat adja nekünk a helyet, a sátrakat, az egyesületünknek is vannak sátrai, ilyen közös összedobással sikerült megvalósítani. Támogatókat szereztünk. A tavalyi győztes, a Bonyhádi Kártyaparti csapata idén is nagy lelkesedéssel vetette bele magát a munkába. A régi disznóvágások hangulatát igyekezett idén is megidézni a csapat, és hogy miért volt fontos számukra, hogy ne hagyják ki a kolbásztöltő versenyt. Mindenképpen a falu miatt is, egyébként a társaság miatt, azért, mert szeretnénk kicsit kikapcsolódni, a hétköznapokból kiszabadulni, és abszolút úgy éreztük, hogy ez a kolbásztöltő ez alkalmas erre a lehetőségre, és nagyon örülünk neki, hogy most már idén másodszor van megszervezve. Az idei recept ez kicsit eltér a tavalyitól, mert tavaly egy nagyon-nagyon felkészült és nagyon összetett koncepció alapján érkeztünk ide. Idén viszont sajnos kicsit szétszórt lett a társaság egyéb elfoglaltságok miatt, és majdnem úgy vagyunk, hogy az idei alapjogokat minden honnan szerzünk össze. Meglátjuk, hogy mire lesz ez elég. Például most kölcsön zsírt belegított a kollega hátul, úgyhogy idén kicsit lazára vettük, de a külalakra próbáltunk odafigyelni, hogy mindenképp mi legyünk
külsőleg a legmegnyerőbbek. Ez a társaság úgy gondolom egy nagyon összetartó társaság, de hogyha körbenézünk, akkor mindenhol ismerjük látásból egymást, mindenhol megszokott, összeszokott társaságok vannak. A miénk is abszolút egy ilyen. A győzelem az mindig cél. Tehát az mindig cél, hogy versenyen nem lehet úgy elindulni, hogy ne a győzelem legyen a cél, de elsődlegesen azt szeretnénk, hogy jól érezzük magunkat. És ami a jelzi, ott hátul van egy ilyen feles, poharas, ivós, hosszú lécünk, amit idén szeretnénk bevenni, az azt jelenti, hogy egy 2 méteres lécen el van helyezve 5 feles pohár, és csak úgy lehet inni belőle, hogyha egyszerre odállunk és megemeljük. A versenyzőknek 3 órája volt arra, hogy a lehető legjobb ízű kolbászt tálalják fel a 4-tagú zsűrinek. Valaki jól bevált recepttel érkezett, de akadtak olyanok is, akik szemmérték után adagolták a fűszereket a hazai disznóvágások egyik közkedvelt ételéhez, a kolbászhoz. Az esemény a régi emlékek felidézését is elősegítette. Nekem nagyon sok emléke, a régi szépen belegezett, elkezdeni mondani, akkor nem volna elég az így. Nekem benne van mindig az így, amit csináljuk így. Bennem van, hogy vannak szép emlékek, jó emlékek, van, amikor disztolvágás a disztolvágás, mindig azért van, hogy legyen. Mi Székelyesen csináljuk, kóstolunk azt. A mai világban most hol kapsz mindig receptre, hol kapsz egyforma paprikát, vagy hol kapsz egyforma akármit. Minden kóstolni kell, hát én úgy vagyok vele legalábbis. Fokhagyma sem, kínai vagy magyar vagy japán. Volt olyan csapat, aki nem is egy, hanem 3 töltelékkel készült a versenyre. Fehér kolbász, mucsfai fehér kolbász, ez a mucsfai csípős kolbász, paprikás csípős kolbász, ez pedig a mucsfai paprikás édes kolbász. Már tavaly is részt vettünk rajta, ugye az első kolbásztöltőn, és a zenekarral egy jó bulinak gondoltuk ezt, tehát ugyanúgy indultunk az idén is, és hogyha jövőre lesz, akkor is fogunk indulni. Milyen bevált receptel jöttetek, vagy van egy? Ezt nem áruljuk el. Ez saját recept, tavaly másodikak lettünk, az idén az első helyért megyünk, reménykedünk, hogy sikerülni fog. Itt voltunk tavaly először a zenekarral, idén másodszor. Nem mondom azt, hogy összeszokottak vagyunk, de mindenki megcsinálja a saját dolgát, és úgy gondolom, hogy elég jól csinálják a fiúk. A szervezők idén egy külön díjjal is készültek, amely elnyeréséhez több feltételnek is meg kellett felelni. Külső szempontokat is értékelünk, tehát a csapat összhangját, a kreativitást, illetve hogy hogyan díszítették fel az asztalt. A negyedik szempont pedig majd a kolbászoknak az íze lesz. Azt látjuk, hogy nagy az összhang a csapatok között, és szerintem sokan vannak a rendezvényen, úgyhogy az látszik, hogy a falu összefogott ezen a rendezvényen. A 4-tagú zsűrinek nem volt egyszerű feladata, több mint 1 tucat terméket kellett végig kóstolniuk. Negyedik, ötödik tételnél már kezdenek egyformák lenni az ízek, úgyhogy, és itt meg 15 van, úgyhogy lehet kóstolni, de hát azért igyekszünk pártatlanok lenni. Hát az ízeket a saját ízlés világa szerint, meg hát én magam részéről már 16 éves korom óta disznót szoktam vágni, tehát minden szezonban, meg szakács is a végzettségem, úgyhogy azért úgy az ízekkel tisztában vagyok. Tavalyi évben is én voltam az egyik zsűri, nem használtak elég fűszereket. Most kíváncsi leszek, hogy az idén ez egy kicsit intenzívebb lesz. A sütésnél a jól bevált fortéról, a böködésről nem feledkeztek meg a csapatok sem. De persze, ennek ellenére is körültekintően kell eljárni, amikor a forró zsírba helyezzük a kolbászt. Megfelelően mindig forgatni, hát hogy ne süljön túl. A tavaly hagyományteremtő céllal életre hívott rendezvényen jövőre újra harcba szállhatnak a kolbásztöltők a több mint fél évszázados restaurált vándordíjért. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!